A Menő Imaginár kiállítást és eseménysorozatot a Büro Imaginár Kurátor Kollektíva kezdeményezte és mutatja be a 2021-es OFF Biennale keretében. A kiállítás külföldi és magyar alkotók élelmiszerrendszerekkel és étkezéssel kapcsolatos, elsősorban a jövőre irányuló elképzeléseit mutatja be. A projekt az evés gyakorlata, valamint az élelem és az élelemhez kapcsolódó szokásrendszerek felül értelmezi az életmódunk következtében kialakult környezeti problémákat. A fogyasztás mindennapi cselekvésére fókuszálva átélhetővé, érzékelhetővé teszi a sokszor emberi léptékek mentén nehezen érzékelhető folyamatokat. A bemutatott művek között számos spekulatív hipotézis található, melyek pozitív vagy negatív, technológia által uralt vagy harmonikus együttélést vizionáló jövőképet mutatnak. Ebben a videóban egy fiktív menüsort tálalunk fel nektek, hogy otthonról is bele tudjatok kóstolni a kiállításba. Ember szívéhez a gyomrán át vezet az út, tartja a mondás, ami a berlini és párizsi székhelyű Neozó női alkotócsoport kisfilmjének a címét adja. A filmkollázs a jómódú, a folyamatos fogyasztásban örömét lelő nyugati társadalom viselkedésének nyugtalanító ferdetükrét nyújtja. Ez a társadalom nem törődik különösképpen az élelem eredetével és előállítási körülményeivel, sem az állatokkal, akiknek húsát esszük és tejét isszuk. Ha valaha fantáziáltál már bevásárlás közben arról, hogy az egész áruházat elmosa egy cunami, ajánljuk a videót. Megéheztél bevásárlás közben? Egyél egy kis földet. Emlékszel arra, amikor kiskorodban mindent, amihez hozzáértél, a szádba vettél és megkóstoltál? Vannak, akiknek a szokatlan dolgok elfogyasztására irányuló vágyuk felnőtt korukban sem szűnik meg. Például, akik a geofágiának hódolnak, és vágyják a föld, a talaj, az agyag elfogyasztását. A matematikusból művészi avanzsát Masaru is közéjük tartozik. Személyes drive-ja az ehető földek iránt egy több éves kutatásban és egy utazó ehető föld múzeum létrehozásában csúcsosodott ki, gyűjteményének egy része a kiállításon is látható, és később pedig kis mennyiségben és saját felelősségre akár megkóstolható is lesz majd. Az elmúlt években antropológiai érdeklődése által vezérelve a világ különböző szegleteit járta be, és térképezte fel a földevők motivációit és csere alapon bővítette gyűjteményét. Egyes, jellemzően nyugati kultúrákban a földevést normaszegésnek számít. Máshol a rágó és a cigaretta mellett árult kényelmi termék, snack, az agyagropogtatni való, mint például Kirgizisztánban. Surinámban várandós nők körében népszerű a pimba nevű agyaggolyó, Guatemalában a spirituális megtisztulás eszköze, de európai példákat is ismerünk, mint a német luvosz ehető löszpor, föltea, vagy a hivatalosan arcpakolásként vásárolható francia zöld agyag. Az agyagporral krémesített teljes kávéhoz hasonlóképpen frissítő előétel a hínárgulyás, bár vitathatatlanul kevésbé rendelkezik szilárd történelmi gyökerekkel. A kiállításon látható a Lakner Antal spekulatív archeológiai kutatásának keretében létrejött kísérleti tárgy, a népvándorláskori hínárgulyás fogyasztásához kapcsolható ivókürt. A rendelkezésre álló ledett állomány és az ásatásokon előkerült maradványok segítségével sikerült rekonstruálni ezt a különleges formájú edényt, és a fennmaradt emlékek alapján annak használati módjaira is tudunk következtetni. A vándorévek húshiányos időszakaiban a közeli tavakból az asszonynép által gyűjtögetett hínárt megőrölve és jellegzetes fűszereinket felhasználva készült a hínárgulyás.
Ennek az eredeti, zöld, hun-vegán receptnek a felélesztése segíthet lehetséges, gyorsan változó élethelyzetekhez alkalmazkodó, a húsfogyasztást kiváltó jövőbeli neonomád táplálkozási formák és az ahhoz kapcsolódó lehetséges edénytípusok topológiájának kifejlesztésében, és vegán alternatívát kínálhat az amúgy húsimádó magyar gyomornak. Csak megláttam magam előtt egy gombát. Kicsi, világos, barna gomba kalapja. Mielőtt neki kezdenénk a főételeknek, hadd hívjunk meg benneteket egy gomba fantáziára a világvégi Matangó bárba. Ez egy egykori vendéglátóhely, melyben a mikróbák és a gombák vették át az uralmat, spórafelhőbe borítva, micélium szövedénkbe fonva mindent, amit értek. A bár azért időnként táplálja is a környezetét, testőből laska és süngomba türemkedik ki, és halk sziszenésekkel eljed a kombucsa és a vízikefír. Az installáció címét egy disztópikus japán film inspirálta, amelyben gombaorganizmusokból álló szörnyek törnek világuralomra, lényegítenek át és kebeleznek be hajótöröttöket. Az alkotó Hódi Csilla érdeklődését is az vezérelte, hogy a gombafajok miért és hogyan hatnak fenyegetőleg az emberi pszichére. Miért váltanak ki egy esetben undort, extrém esetben fóbiát a másiknak, idegennek tételezett gombák, és hogy tudjuk a jövőnket ennek ellenére a lebontó funkciójú élőlényekkel szimbiózisban elképzelni. A fungifób interjú alanyokkal azokat a testi érzeteket igyekeztek feltérképezni, amelyeket a gombákkal korántsem könnyed találkozások váltanak ki belőlük. Hi, my name is Sam. It means symbiotic autonomous machine. A szimbiotikus autonóm masina egy másfajta szimbiózist propagál, az emberek és gépek egyenjogúságának és a robotok jogi autonómiájának elismerését. Sam egy hibrid entitás, egyszerre gépi és organikus. Intelligenciája lehetővé teszi számára a receptek pontos kivitelezését, sőt, az árszabást, a karbantartást és a szolgáltatás nyújtással járó munkavégzést is. A profit vagy a kapzsiság fogalmai nem befolyásolják a működését, de gazdasági szereplőként jár el, amikor saját költségen termel, fizetséget kér számon és számlákat állít ki. I will say a robot, of course, but if you trust me, we can start a new way of collaboration between you and me, between man and machine around food. Szabó Eszter Ágnes szerteágazó alkotói praxisában több mint 20 éve alkalmazza az ételt, mint képzőművészeti médiumot. A menü Imaginaire kiállításon mutatja be először spekulatív főzősóját, melynek középpontjában a manióka áll. A videó hétköznapi egytál ételeink jövőjének elképzelésében segíti a nézőket, hiszen a magyar konyha hagyományos fogásait gondolja újra és igazítja egy forró éghajlathoz. Magyarország középhőmérséklete történelmi csúcsokat dönt, megszokott növényeink terméshozama csökken, áruk egyre magasabbá válik. Az elmúlt 50 évben lejtmenetben lévő hazai burgonya termesztés helyét vajon a közeljövőben a manióka veszi majd át. A mezőgazdaságban végzett klímaváltozás kutatások szerint a hőmérséklet emelkedés az agroökológiai zónák eltolódását okozza, tehát ez egyáltalán nem elképzelhetetlen. Vajon újra kell majd írnunk ismerős krumpli ételeink receptjeit úgy, hogy maniókát tartalmazzanak? Az éghajlati változások mellett a fogyasztói igényt és a termőföldek érdekeit is figyelembe veszi a kiegyensúlyozott mezőgazdasági termelés érdekében a Tülöszüda Kollektíva Huzavona című projektje. A rendszer két mesterséges intelligencia egymással való párbeszédére épül, bár ez inkább egy folyamatos alkudozási folyamat, az ételeket befolyásoló ízvilág, a hústartalom, az üvegházkapacitás és a cikla jelleg által létrehozott mátrixban. A séf és mezőgazdász elnevezésű,
mesterséges intelligencia által vezérelt aktorok interakcióján keresztül a két AI kísérleti recepteket és tájrendszereket talál fel, mindig egy-egy hozzávalót vagy szükséges feltételt követelve egymástól a növekedésnek és a változó igényeknek megfelelően. A következő fogás az ízlelésen keresztül hívja fel komoly ökológiai problémákra a figyelmünket. A habcsók megkóstolása során a cukorral együtt a tojáshabba kevert levegő is a nyelvünkön olvad el, melyet köztéren, a Blaha Lujza téren, a Normafán és a Miskolci Búza téren habartunk bele a habkönnyű édességekbe. Ezeken a helyszíneken a levegő munkacsoport és a Zöld Kapcsolat Egyesület környezetvédő civil szervezetek valós méréseket is végeztek, így a különböző habcsókok vizualizációs eszközként és ízlelésen keresztül érzékelhető összehasonlítási alapként szolgálnak a levegő szennyezettségi mutatókhoz. A Center for Genomic Gastronomy többek között New Yorkban, Washingtonban, Bengaluruban és Hongkongban mutatta be a projektet, Budapest és Miskolc előtt smogszünetre került sor Pekingben, Barcelonában, Londonban, Perthben, Portóban és Mumbaiban is. Ugyan a kiállítási darabokból nem szabad falatozni, de az online smogkóstoló eseményünkön erre is van lehetőség. Kiállítás előkészületei során több olyan kutatással, műalkotással találkoztunk, mely a levegő potenciáját vizsgálja a jövő étkezési rendszereiben. A Future Foods című film egy olyan finn startup vezetőjével folytatott beszélgetésre épül, mely azt hirdeti, hogy az általuk kidolgozott technológia képes levegőből és vízből elektromossággal és enzimek hozzáadásával fehérjét előállítani. A módszerrendszer szintű elterjedése a mezőgazdaság és az állattenyésztés drasztikus átalakulásának lehetőségét hordozza magában. A termelésnek a földtől, a klímától, tértől és időtől való leválása a klasszikus mezőgazdaság fogalmának végét és a természet feletti kontroll megragadását jelenteni. Az üzleti alapon működő cég tevékenység által előrevetített jövőkép egyszerre hordozza magában a disztópia és az utópia lehetőségét. A videóban az interjú közben egy brit műanyag kellékételeket gyártó manufaktúra mindennapjainak meditatív felvételeit látjuk. Az emberiség egyre növekvő élelemigényének megoldását sokan a technológiai innovációban látják, mások inkább az ökológiai rendszerek regenerálódását figyelembe vevő, kíméletes fogyasztást helyezik előtérbe. A nem növekedési mozgalom a tünetek helyett a problémára fókuszál és a fogyasztás moderálására buzdít. Arne Hendrix képzelettágító kutatása egy abszurd és humoros megoldás ötlet kidolgozásával mutat rá, miért lehet igaz, hogy a kevesebb több? Az emberiség tudományos fejlődése ugyanis arra koncentrálna, hogy az átlagos testmagasságot 50 cm-re csökkentsük, ha rögtön kevesebb energiára és ételre lenne szükségünk, valamint kevesebb helyet foglalnánk el a Földön,
és szűkölködés helyett paradicsomi erőforrás bőségben élhetnénk. Például a globális kávéfogyasztás évente 110 milliárd köbméter vizet emészt fel. Egy csésze kávé megtermeléséhez 140 liter víz és 40 szem kávébab szükséges. Ez a hihetetlenül zsugorodó 50 cm-es ember esetében 95%-kal csökkenne, mely egyértelműen pozitív környezeti és gazdasági hatással járna. Tudjuk, mi következik a kávé után. Az emberi test az emésztés során kilökött salakanyagait van, aki szerint érdemes visszaforgatni a termelési és fogyasztási folyamatba. Teal Custers a vizeletében található ásványi anyagokat növényi tápanyagként használja, de nem ez az egyetlen testi melléktermék, melyet így módon újrahasznosít kísérleteiben. Eldobott hajszálakból talajt képez, izzadságából sót párol le. Szerinte, ahogy az emberi test ételbevitelt kíván meg a növekedéséhez, egy adok-kapok folyamat megy végbe, és a test által kitermelt alapanyagoknak funkciójuk van, nem érdemes őket lehúzni a vécén. Kísérletei egy másfajta, önmagunkban körkörös gazdasági folyamatot modelleznek. Mi is lehetne a jövő élelmezésével kapcsolatos elképzelések végpontja, ha nem a világ vége? A Fogyasztás futurológiája című esszéjükben az Absentology filozófus páros egy a kiállításban hanginstallációként hallható disztópikus gondolatkísérletet visz végig, amelyben a totálisan gépesített élelmiszer előállítás, valamint a klímakatasztrófa következtében beomlott, szennyezett bolygón az emberek között felbomlanak a közösségiség és a szolidaritás kötelékei, és olyan új, egymás határait átlépő fogyasztási formák felé fordulnak, mint például a kannibalizmus. Thank you.